túlzás lenne azt állítani, hogy szurkoló és játékos barát időpontban játszhat majd vasárnap a Nyíregyháza Spartakusz. A találkozó délelőtt kezdődik, az előrejelzések szerint 36 fokban. Délelőtt 11-kor lesz, az időjárás is biztos bele fog szólni ebbe. Hát nem tudom, ugyanígy szorgalmasan, alázatosan fogunk készülni minden meccsre, és ott is megpróbáljuk elcsípni a 3 pontot. Az Újpest az első fordulóban idegenben játszott döntetlent, és több olyan labdarúgó is pályára lépett, akik már az élvonalban is szerepeltek. Várhatóan így lesz ez vasárnap is. A Spari kerete változott a héten. Szavó Rakovics 1+1 éves szerződést kötött a klubbal, és ha minden papírja rendben lesz, akkor pályára is léphet a fővárosban a belső védő. A jövő hét mozgalmasabb lesz a Nyíregyháza számára. Csütörtökön a Putnok ellen játszik kupameccset a csapat 20 órától, melyet az M4 sportcsatorna élőben közvetít, majd ismét vasárnap a Nyírbátor vendége lesz a Spartakusz.